A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Évekkel ezelőtt felvetődött, hogy Pécset szükség lenne egy rendszeresen megjelenő lapra, mely a város életét, az önkormányzat munkáját színesen, olvasmányosan mutatná be. A jövőben a Déli Extra mellékleteként remélhetőleg rendszeresen megjelenik majd az a városi lap, melynek támogatásáról mai közgyűlésén dönt a pécsi képviselőtestület. A Déli Extrában már 8 éve olvashatjuk az önkormányzati oldalt, mely révén értesülhetünk a közgyűlés döntéseiről, rendeleteiről, pályázati lehetőségekről, s persze a Pécs TV műsoráról is. A jogszabály csak annyit mond, hogy a helyben szokásos módon kell kihirdetni a önkormányzat rendeleteit, hát úgy néz ki, hogy ebben a 10 évben ez lett a helyben szokásos mód, a plakátokkal, különböző kisbíró is hangosan beszélő helyett. A lap révén Pécset 67 ezer olvasóhoz jutnak el az információk. Van, hogy a jogászok, szakemberek is itt olvasnak először a rendeletek módosításairól, munkájukat befolyásoló határozatokról. A szerkesztőség régóta dédelgetett álma egy igazi városi újság megvalósítása. Ma már egy új lapot létrehozni és a kiadás feltételeit megteremteni, azt hiszem ez már egy nagyon-nagyon nehéz dolog, nem olyan, mint amikor mi a hőskorban 89-ben elkezdtük. De azt gondoljuk, hogy megvan az esélye annak, hogy egy 10 éve együtt lévő csapat, újságírók, a kiadásba jártas emberek össze tudják ezt hozni. Persze nem egy-két nap alatt, és hát itt főleg az anyagi ügyek miatt ez egy kicsit elhúzódik, de valóban ez lenne az álmunk. Első lépésnek tekinthető az a városházi lap, mely a pécsieket érintő eseményeket, döntéseket és azok háttér információit, a körülményeket is bemutatja. Az Extra Pécs a Déli Extra mellékleteként már 4-szer megjelent. Havonta 1-szer készülnek, ez városoknak az nyilvánvalóan kevés, de hát a város életéről, most óriási közhelyet mondtam, de tényleg arról szól. Nem a politikában, hanem a városról, tudatosan, ebben alapodtunk meg az önkormányzattal is. Köztudott, hogy az emberek egy része ma már nem tudja megfizetni a drága havilapokat. Az Extra Pécs viszont ingyenesen eljut mindenkihez, sőt, magja lehet egy majdani önálló városi újságnak is. Az Extra Pécs támogatása mellett még 21 napirendi pont szerepel a közgyűlés írásos napirendi javaslatában. Sor kerül a pécsújhegyi üszögi településrészi önkormányzat tagjainak megválasztására. Amennyiben a közgyűlés is elfogadja az érintett választópolgárok titkos ajánlásának eredményeként összeállított listát, városunkban megalakulhat az immár 6. részönkormányzat. Sok más mellett a dómkőtár építésének, a középkori egyetem feltárásának és a Péterpál sírkamra felújításának programjáról is határoz a testület. A javaslat szerint a közgyűlés támogatja, hogy a millecentenáriumi ünnepségek idejére befejeződjenek a helyreállítási munkák. A hiányzó forrásokat pályázati úton kívánják előteremteni. A Barcsi határátkelő fennállásának 30 éves jubileumán adták át azokat a modern útlevélvizsgáló készülékeket, amelyeket mind a határőrök, mind pedig az átkelők számára megkönnyítik majd a forgalmat. A pécsi határőrigazgatóság ellenőrzése alá tartozó határszakasz Barcsi átkelőjén az új készülékek által sokkal gyorsabb az átjutás, mint korábban. Ami korábban kézzel kellett bevinni az adatokat, így most a gép ezt önmagától elvégzi. Tehát körülbelül egy személynek az átléptetése fel annyi időbe kerül, mint korábban. Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a készülék ez nem alkalmas még a gépkocsiknak a regisztrálására, azt külön kézzel kell bevinni, tehát egy kis lépés előre, de mégis előre haladtunk a gyorsítás terén. A nemrég üzembe helyezett készülék alkalmas a vonalkóddal ellátott új magyar útlevelek vizsgálatára és a benne lévő adatok számítógépes ellenőrzésére is. Természetesen más megfelelő kóddal ellátott okmányokat, így például a déli határszakaszon leggyakoribb horvát útleveleket is ellenőrizni tudják vele. Barcson egyébként a 3 készülékből egyet a helyi önkormányzat, 2 pedig a határőrség vásárolt meg. Abból az okból történt ez, hogy a bevásárló turizmus az időszakonként és nagy tömegben jelentkezik. Tehát abban a néhány órában, amikor bekívánnak jönni az országba, vagy ki szeretnének menni az országból, egyszerre, ha sokan jelennek meg, nehéz gyorsan lerendezni és lekezelni az útlevelüket. A készülékek ára jelenleg 1 millió forint körül mozog, és értesüléseink szerint más átkelőkön egyelőre nem tervezik újabbak üzembe helyezését. A város szellemi életének jeles képviselői, művészek, oktatók, közgazdászok, építészek találkoztak tegnap a város vezetőjének meghívására, hogy közösen gondolkodjanak Pécs szellemi tőkéjének mind jobb kiaknázásán.
A Csontvári Múzeumban megrendezett beszélgetésen sajnos nem volt, nem lehetett teljes a létszám, de a város vezetése minden a városért tenni akaró értelmiségit vár a rendszeresnek ígérkező találkozókra. Érezzük a város közéletének, művészeti életének, szellemiségének, az egyetemeken tanítók, a művészeti élet jeles képviselői, az oktatás jeles képviselői szerves részei. Rányomták már bélyegüket a városra, bizonyítottak, szeretnénk együttműködni velük, és eligazítást is kérünk, hogy esetleg mit teszünk jó vagy rosszul. Ezt a folyamatos kontrollt és önkontrollt, ezt szeretném biztosítani hosszú távon a várospolitikában, és itt mindenki fontos. Nem érdekes, hogy milyen párthoz tartozik, nem érdekes, hogy milyen szellemi értékeket hordoz, de az biztos, hogy közéleti személyiség és magas szellemi értékeket hordoz. Néhány expozé elhangzása után a kötetlen beszélgetésben találták meg a résztvevők a rendezvény igazi hangját. Általában beszélgettünk, ez talán szokatlan. Én elmondanám azt röviden, hogy mi mit gondolunk a városból, mi látszik, mi látható, mi láttatható, és mit szeretnének ők látni. Nagyon fontos számomra. A polgármesterek klubjának vendége volt tegnap dr. Balsai István, politikai államtitkár. A Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pedig műsort rendezett támogatói tiszteletére. Erről szól következő képes hírünk. A polgármesterek klubjának célja, hogy az érdekelt vezetők kötetlen formában vitathassák meg a munkájuk során felmerülő aktuális kérdéseket. Mai összejövetelükön a területfejlesztésről, az EU csatlakozásról és a regionalizmusról tartott előadást a jelenlevőknek dr. Balsai István államtitkár. A Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ hagyományos rendezvényén népdalénekesek, táncosok léptek fel. Meghívottak voltak azon vállalatok, cégek vezetői és képviselői, akik anyagi vagy tárgyi sikerrel hozzájárultak a rendezvények sikeres lebonyolításához. A szellemi és a mozgáskorlátozott gyermekek számára biztosítja a korai gondozást, a képzést és a konduktív pedagógiai ellátást az az intézmény, amelyet tegnap avattak fel Pécsett. A pedagógiai szakszolgálat korai gondozási telephelye 6 éves korig látja el a gyermekek fejlesztését és képzését. Értelmi fogyatékos, mozgásszervi, látásproblémával, hallásszervi problémával vagy agykárosodás miatt mozgássérő gyerekeket érinti. Minden fogyatékossági típusú gyermeket szakemberrel tudunk ellátni. A korai gondozás elsősorban addig tart, amíg intézményes keretek közé nem lépnek a gyerekek, tehát elsősorban családban gondozott gyermekek vannak itt, vagy azon óvodás gyermekek, akiknek a szakszerű fejlesztését nem tudja az óvoda vállalni, és minket bíz meg ennek a feladatnak a végzésével. A szakemberek a gyermekeket önállóságra nevelik, valamint a társadalomba való beilleszkedésüket segítik elő. A kisgyermekek képességeinek fejlesztésére hallás, mozgás és látásfejlesztő kisszobák állnak rendelkezésre. Az új részleg kulcsát jelképesen dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke adta át. Tegnap tartotta soros ülését a közgyűlés pénzügyi bizottsága, amely nem hivatalos források szerint a nádorügy kivizsgálásával foglalkozott. A bizottság tagjai olyan ügyiratokkal ismerkedtek, amelyek korábban eltűntek, és meg nem nevezett személyek csak nemrégiben helyezték letétbe azokat városunk jegyzőasszonyánál. Mivel ezek az iratok üzleti titkokat sértenek, vagy sérthetnek, a bizottság elnöke Nagy Csaba zárt ülést rendelt el. Végül néhány esemény címszavakban a mai nap várható történéseiből. Mint arról már hírt adtunk, ma 9 órai kezdettel ülésezik Pécs önkormányzatának képviselőtestülete. Városi módszertani versenyt tartanak ma a Szivárvány gyermekházban. A megmérettetés szintén 9 órakor veszi kezdetét. 14 órakor az MTA székházban kezdődik az a konferencia, amelyek elnevezése a Régiók Európája. A rendezvényt a Világ Világossága Alapítvány szervezte a Megyei Pedagógiai Intézmény közreműködésével. Rangos orvostudományi találkozónak ad ma otthont városunk. A Palatinus szállóban rendezik meg a Nemzetközi Mellkassebészeti Kongresszust. A tavasz nem csak a szerelem, de a szálló pollen évszaka is. Talán sokaknak segíthet, hogy ma 15 órakor a Szénanátháról tartanak előadást az Asztma Klubban. Mindezekről az eseményekről részletesen természetesen későbbi híradásainkban beszámolunk.
A város legfontosabb híreivel a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! Időjárásunkat a nyugatról kelet felé tartó, gyorsan mozgó frontrendszerek alakítják. A reggeli órákban 10 és 14 fok között alakul a levegő hőmérséklete. Napközben folytatódik a többnyire felhős idő, helyenként eső, záporeső is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Köszöntöm nézőinket! A Pécs TV-ben új műsorral várjuk Önöket, amelyben mindenkivel minden megtörténhet. Közismert, népszerű vendégeink teszik majd próbára önmagukat, hogy milyen is más tollával ékeskedni. Más tollával új műsort állt a Pécs TV-ben május 15-én 8 órakor. Babák. A piros, a zöld és a kék. Bár önök még nem látnak minket, de hamarosan. De egész májusban. Ellepjük a város utcáit. Aki találkozik velünk, az ne menjen el mellettünk. Mert nyerhet. Naponta 5000 forint értékben benzinbónt az ÖMV-ben. És hetente egy családi hétvégét. A Sikundai Takácstanyán. Bővebb információért forduljon hozzám. 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 Remélem megvannak már otthon a mai legfrissebb lapok, dőljenek hátra, és mondom a legfontosabb híreket. A Magyar Nemzetből tallózva először egy elég megdöbbentő cikk. Nincs magyar vendéglátós tiltólista. A hazai vendéglátók értetlenkedve fogadták a ránk nézve diszkriminatív és sértő fekete listát, amit az amerikai nagykövetség dolgozott ki a hazánkban tartózkodó amerikai diplomaták és állampolgárok számára, és a nem javallott hazai vendéglátóipari egységek listáját tartalmazza. A külügyminisztérium nem tud róla, hogy külföldön tevékenykedők magyar diplomaták számára hasonló lista készült volna. Részletek tehát a Magyar Nemzet 6. oldalán. A Népszabadság címlapon foglalkozik azzal, hogy Jelcin menesztette Primakovot. Jelcin elnök tegnap menesztette Jevgenyij Primakov miniszterelnököt és kormányát. A Duma szerdán lemondásra szólította fel az orosz államfőt. A nyugat az első reagálások szerint bízik abban, hogy a változással nem módosul negatív irányba a Kreml-Koszovó politikája. A Nemzetközi Valuta Alap továbbra is kész támogatni az orosz gazdasági reformpolitikát. Bombázás a magyar határon. 3 kilométerre a magyar határtól Horgosnál lebombázták az E75-ös autóút nemrég elkészült felüljáróját. Olvashatják a hírt a Magyar Hírlap címoldalán. Szeged és Szabadka között megszakadt a vasúti összeköttetés. A Csongrádi megyeszékhelyen riadalmat okozott a detonáció. A NATO egész Jugoszlávia területét bombázta, eközben Slobodan Milosevic kitüntette az egyik harcoló rendőrtisztet. Folytatás tehát a Magyar Hírlap második oldalán. Bízom benne, hogy vonalban van Rab Ferenc kollégám, a Fordan Zengő Rádió ma reggeli műsorvezetője, akit szeretettel köszöntök, szia! Szia, jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Pécs Televízió nézőit is. Reggeli műsorunk a Hírkerék egészen 9 óráig szól, nem 8 óráig szól itt a Fordan Zengő Rádióban, és a szerkesztője Szabó Ferenc. A mai műsorban egy előzetest adunk a városi közgyűlésről. Szót ejtünk Katona Kálmán, a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium miniszterének holnapi látogatásáról, valamint szó lesz a kihívás napjáról is, ami ugye 26-án lesz, ha nem tudják mi ez, akkor most tőlünk megtudhatják majd. 13 és 14 óra között csak a zene van itt a Fordan Zengő Rádióban, akkor Bíró Zsolt válogatja önöknek a legjobb zenéket, 14 és 18 óra között pedig Bence Attila telefonbetyári minőségében szólal majd meg itt az FM 101.2-n. Hogyha valaki nem tudná még mindig, akkor elmondom, hogy ez egy olyan műsor, ahol partnerünk hűségét tehetjük próbára, semmi más nem kell tenni, mint föl kell hívni Bence Attilát 2 és
6 óra között, délután 2 és 6 óra között a 224-225-ös telefonszámon, és akkor ő a többi telefonon meg fogja oldani, hogy milyen formában, azt majd bízzuk rá. 18 és 19 óra között jön Gálos László és a Rockóra BB King műsorának második része. Olyan nagyszerű vendégelőadók is hallhatók lesznek majd BB King mellett, mint Eric Clapton, vagy a Rolling Stones, vagy még nagyon sokan mások. Tartsanak velünk, hogyha van kedvük és persze idejük, és nézzék tovább a Pécs TV műsorait. A szót visszaadom a stúdiónak. Köszönjük szépen a bejelentkezést. Kedves nézőink, a következő néhány percben hasznos és praktikus, sőt, mi több fogyasztásra csábító információkat olvashatnak, de maradjanak velünk, Mérleg című gazdasági műsorunkkal jelentkezünk utána.